Üdvözlöm! Ön a Sziaszt a legújabb adását látja. Még egy pici maradt nekünk a jó időből, ha nem is sok, és az ősz változékonysága azért bizony már néha rányomja a hangulatunkra a bélyegét. Persze nem akkor, hogyha sportolunk és barátok között vagyunk. Ez a mindennapokra is igaz, és persze a nagyobb eseményekre, rendezvényekre is. Ha azt mondom, hogy mozdulj, akkor szerintem már nagyon sok idős felkapja a fejét, és tudja, miről van szó. Bizony egy rendezvény sorozatról, egy sport rendezvény sorozatról. Mi is egy mozdulj napon jártunk, méghozzá az Arborétumban. Ezzel kezdjük, tartson velem! Évente 3 nagy sportnapot szervez a Nyugdíjasok Szövetsége Kecskeméten. Ha ősz, akkor mozdulj sportnap az Arborétumban. A rendezvényt az idősek olyannyira kedvelik, hogy sokan már fél évvel előre készülnek a versenyszámokra. Az első helyet megszerezni nem könnyű, hiszen sok csapat méri összetudását és fittségét ilyenkor. 27 csapat van, 6 fős csapat, tehát annyival kell beszorozni. Aztán jöttek szurkolók, drukkolók, aztán itt vannak a rendezők, és itt vannak az Arany János iskola tanulói is, akik segítik a rendezvény lebonyolítását. 6 állomáson mérik össze erejüket a nyugdíjasok, pontokat kapnak, és végén az pontokat összeadjuk, összeszámoljuk, és így jön ki a végeredmény. Hagyományos rendezvényről beszélünk, de kell-e újítani, vagy kell-e újdonságokat behozni időről időre? Hagyományos rendezvény, mert 20. alkalommal vagyunk, de minden alkalommal valami újat behozunk. Tehát nem mindig ugyanazok az állomások, meg ugyanazok a feladatok vannak, hanem mindig próbálunk rajta variálni, cserégetni. Az idősek azért fizikai kondícióban eltérnek egymástól, van, aki nagyon sportos, van, aki azért egy kicsit kényelmesebb életet él, de mennyire könnyű személyre szabni feladatokat, hogy mindenkinek legyen esélye? Na most ez a legnehezebb dolog, olyan feladatokat kitalálni, ami mindenkinek teljesíthető, de mégis valami erőpróbá elé állítja a nyugdíjasokat. Ez egy kicsit nehéz, sok éjszakámba kerül, mire ezt én kitalálom, hogy mi legyen. Milyen feladatok vannak, majd picit beszéljünk róla, milyen típusú versenyszámokon kell túl lenni? Az első állomásnak nevezzük, az első állomás kiskapura kell rúgni, és akkor mindenki háromat rúg, ahányat berúg, annyi pontot kap. A második állomás az ott van lent, ott pedig egymásnak passzolgatják a labdát, és ha 10-ig leesik a labda, akkor nem kap pontot, és így tovább megy, 3 pont a maximum mindenütt. A harmadik állomás az ott van, az eredetileg rönkhajító verseny lett volna, de rönköt az egész erdőben nem találtunk, így aztán most kőhajító verseny van, egy követ találtunk. A negyedik állomás az pedig ilyen játék, hogy így kilövik a labdát, és a másiknak meg el kell kapni, és ugyanígy fordítva. Ötödik egy mini kosárlabda, palánkra kell kosárlabdát bedobni, hatodik pedig a súly, kézi súlyt a kezébe, és feje fölé kell emelni. Hajrá, Gábor! Jaj, de ügyes! Repül a nehéz kő, a nyugdíjas tudja, hol állt meg. Mindenkinek más volt a kedvence a feladatok közül. Melyik volt a kedvenc sportfeladat így a csapatnak? Ez a zemegetés, mikor így föl kellett a fejünk fölé a súlyt emelni le, és akkor föl, és akkor 30-a. És mi lesz a végeredmény? Hogy alakulnak a pontok? Hát nagyon jó. Mink voltunk az elsők. Mi a legjobb egyébként ebbe a sportnapban, hogyha így össze kellene foglalni egy mondatban? Miért jönnek szívesen? Kikapcsolódás, barátság, jó levegő, meg az összetartás. Ugye minden napokban egyébként van arra lehetőség, hogy így közösen szórakozzanak? Vagy mennyire gyakran fordul ez elő? Szoktunk a klubba, a nyugdíjas klubba, a hetényi nyugdíjas klubba. Ott szoktunk összejönni, meg ott vannak jó rendezvények, nagyon jó a mi klubunk. A hangulatra évről évre nincsen panasz a mozdulj sportnapokon. Hogy érzik magukat, és mi a legjobb ebből a mai napban? Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük, hogy itt lehetünk, és az a legjobb, hogy együtt vagyunk, vidámak vagyunk, sokan vagyunk. Mi már, ha igaz, negyedszer vagyunk itt, és szeretnénk még minél többet itt lenni. Azért azt gondolom, hogy a vidámság mellett az is fontos, hogy az ember jól teljesítsen a sportversenyeken. Mennyire hajtottak ma a győzelemre? Hát hajtottunk a győzelemre, minden alkalommal az első 5-be, vagy az első 3-ba benne voltunk eddig. Reméljük, hogy most is így lesz. 3-ra csak egy igen nemmel jeleznék nekem, hogy tetszik-e a mai rendezvény, jó? 1, 2, 3. Igen! Szuper.
Ha már sportoltunk egy jót, akkor bizony a kimerültség mellett az ember általában meg is éhezik. Mit lehet ez ellen tenni, mondjuk csináljunk egy jó kis marha pörköltet, amúgy cédrus körmódra. A Széchenyi Város hetén, a Széchenyi Városi főzőversenyen a cédrus kör is ott volt, és nagyon aktívan részt vett a főzőversenyben, hogy hogyan, és persze miért volt ez fontos a kör számára, ezt mutatjuk meg most önnek. Sikeres volt a szereplés a Széchenyi Városi Cédruskör számára szombaton a városrészi főzőversenyen. A majdnem egy éve tevékenykedő csoport nem csak egy kellemes hangulatú napon vehetett részt, de sikerrel mutatta be tevékenységét is. A napnak nem várt eredménye is akadt számukra. A Széchenyi Városi Cédruskör tulajdonképpen ismerősöknek egy jó baráti társasága, mi is szomszédok vagyunk a Holland faluban, és úgy gondoltuk, hogy ismerve Szénási Sanyinak a nagyon magas szintű főzési tudományát, a családban mindig ő rendezi az étkezéseket, és meghívtam, megszólítottam, hogy jöjjön és segítsen bennünket. Mi meg drukkolunk neki, meg a segítséget mögötte ellátjuk, de azért ő volt az, aki a karmestere volt. És ez itt van mellettünk a karmester, és mi került a bográcsba? Látom, hogy ezért elég rendesen fogy már. Hát most lehet, hogy marha lábcára főztem. Mondjuk, amit el is mondtam már, hogy egy másmilyen technológiával készült, az összedarabolás után ez rögtön be lett sózva, és akkor belettéve a hűtőbe, és akkor másnap ugye ki lett véve, és akkor utána került ugye. Na most a fűszerezés szint az mondhatnám, hogy nagyon kevés bors, kömény magot használtam, hanem több vöröshagymát, fokhagymát, meg piros paprikát, ami ugye együtt össze lett darálva, és akkor azt került ugye elsőbb is alulra, utána a hús, össze lett melegítve, forralva, és akkor lényegében végeredmény, az egy nagyon fontos dolognak tartom. Hát a bemutatkozás az ételen is jól sikerült, de várható-e, hogy mondjuk új tagok csatlakoznak, hogy van egy ilyen esély a mai napnak? Igen, azt gondolom, hogy sok ismerősünk van, és várták azt, hogy a cédrus kör az mit tud az első évben produkálni, és mi az, ami vonzóvá teszi. Úgy látjuk, hogy a programjaink vonzók voltak, és többen jelezték, még innen is, hogy szeretnének csatlakozni. A taktoborzás sikeres volt, és az étel is jó lett. A jövőben is érdemes figyelni a Széchenyi Városi Cédrus kör programjait. Egy kis mozgás, egy kis elemózsia, és persze nagyon sok vidámság. Ennyi fért bele mai sziasztánkba. Jövő héten azonban jelentkezünk, és megígérhetem, hogy gasztronómiai téren akkor is tudunk majd újat mutatni önnek. Tartson jövő hét szerdán is a sziasztával!